Majd, hiszen vendégünk is lesz. Most azonban következzék a klip ős bemutatója. Mulatósra vettük a figurát. Abszolút, ráadásul a Kondorosi csárda mellett című nótán újabb énes ott legelgetni. No már most ez a felvétel a Kondorosi csárda környékén, sőt abban készült, és ez nem a reklám helye, hanem ott hangoltam, mint információként. Magyar Rózsa. Magyar Rózsa. Sok szeretettel köszöntjük. Mikor volt ez a felvétel? Friss szerzemény ez? Ez egy friss szerzemény, ez egy saját szerzemény. Szövegét én írtam. A januárban jelent meg a klip. December végén forgattuk le a klipet, de hát jöttek az ünnepek, mindenféle egyéb rendezvények, és januárban lett a végleges verzió megjelenítve, illetve a nagy közönség részére bemutatva. Rózsa azt mondta, hogy a szövegét én írtam, akkor mondjuk el, hogy ki írta a zenéjét. Zenéjét Balázs Pali írta. Balázs Pali írta. És hát ha már zene, akkor az, hogy a zene közelsége és a zenei pályafutás sokrétűsége is nagyon fontos, hiszen egyrészt a szüleitől kapta ezt az örökséget, hiszen majd mindjárt mondja, hogy miért, és hogy hol tart a zenei továbbképzés. Így van, hát gyermekkoromból adódik a zene iránti szeretet. Én vidéki vagyok, de a nagyszüleim még vidékibbek, így fogalmazom, mert Pesttől számítom én a vidékiségnek. Hát mondjuk el, helyszíneket. Így van, hát én Pécelről származom, a nagyszüleim pedig Ikladon laktak. És hát a nyári szüneteket
kisgyermekkoromban, kisiskolásként is mindig a vidéki nagyszüleimnél töltöttem. Ment a mulatás? Ment a mulatás. Szinte mindennaposak voltak ezek a baráti családi összejövetelek, ahol az ilyen jellegű zenék jelentették a társaság számára a jó kedvet, jó hangulatot. Tehát a mulató, tehát a mulató zene mellett gondolom, hogy más műfajok is ott voltak. Gondolok itt a magyar nótára. Magyar nóta, operettek, csárdások. Melyik áll közelebb, melyik műfaj? Hát igazából a mulatós és a nóta közötti átmenet. Operettet is nagyon szeretem, csak az egy másabb hangvéletű. Egy-két címet esetleg említsünk már kedvencek közül. Kedvencek közül, hát nem sokára meg fog jelenni a nagylemezen, március végén. Ezeken hallhatóak lesznek a közönség számára ismert és közismert és kedvelt dalok mellett saját szerzemények is. Közismert dalok között szerepel például a János legyen fenn a János hegyen, Ne csine csinálja én velem, Hétre ma várom a Nemzetinél, a Füredi Anna bálon. És kinek küldi majd a hamarosan következő dalt? A hamarosan következő dalom az édesanyámnak szól. Ez a dal egy szintén egy új dal, ami az én lemezemen lesz legelőször hallható. Saját szerzemény? Nem, ez nem saját szerzemény. Fellner Ricsi barátom és kollégám írta a dalt, szövegét is, és ő is a dallamát. A Royal Express együttes alapító tagja. Így van, köszönöm a segítséget. És hát ez az édesanyámmal való kapcsolatomról szól. Neki egy köszönet, neki egy hála az én részemről, hogy felnevelt, mellettem volt, és még mindig mellettem van, és sok támogatást ezzel a dallal szeretném neki megköszönni. Hát akkor hamarosan halljuk is ezt, és egyébként Fellner Ricsit is üdvözöljük szeretettel, hiszen ők voltak itt, mármint ő és a Royal Express zenekar jó pár éve, úgyhogy visszavárjuk a hallja. No, hát akkor megkérjük a kedves... Elengedjük Rózsát a pódiumra, és rövidesen meghallgatjuk a... Köszönöm. Lakik a drága jó anyám. Fáradt már a lépte, aggódom is érte, de mindig mondja, nincs baj, csillagom. Törékeny kezével imádkozik értem, a szívében még él, én ott vagyok. Köszönjek így meg mindent most neked, a gyermekkorom, létem s életem. Édesanyám, te aki oly sok mindent megtanítottál. Édesanyám, te aki jóban, rosszban mellett. Törékeny kezével imádkozik értem, a szívében még él, én ott vagyok. Hadd köszönjek így meg mindent most neked, a gyermekkorom, létem s életem. Édesanyám, aki oly sok mindent megtanítottál. Édesanyám, te aki jóban, rosszban mellettem voltál. Mindazt, amit adtál, én magammal viszem. Az én jó
szeretem.